A bátaszéki értéktár legnagyobb becsben lévő új darabja az egykori Dolina település harangja is megszólalt a megyei értékek napján. A Tolna megyei közgyűlés évek óta megrendezi ezt a találkozót, ahol a települések megmutathatják, mit tartanak értéknek saját lakóterületükön. A várajai találkozó megnyitójában Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője elismerését fejezte ki az iránt a munka iránt, melyet a szervező Tolna megyei önkormányzat, valamint a települések végeznek értékeik megőrzése érdekében. Minden segíti az identitást, hogyha a közösségekben gondolkozunk, ezeket a közösségeket megszervezünk, megerősítjük, és utána pedig azokat a dolgokat, amelyek ránk jellemzőek és büszkék vagyunk erre, ezt pedig próbáljuk erősíteni. Az értéktárak a különböző településeken, megyékben és országosan is ezt a célt szolgálják. Tolna megyében eddig közel 400 értéket jegyeztek be, és további 300 vár arra, hogy a megyei értékcímet megkaphassa. Fehérvádi Tamás, a szervező megyei közgyűlés elnöke azt mondta, az elmúlt évek folyamatos fejlődést hoztak az értéktár mozgalomban, és ez most csúcsosodott ki az idei rendezvényben, hiszen közel 700 résztvevője volt a találkozónak, és 43 település mutatkozott meg a várajai parkerdőben. Annó, amikor ezt elkezdtük, nem foglalkoztunk azzal, hogy csináljunk egy ilyen szociológiai felmérést, hogy mennyire tartják Tolna megyét különlegesnek, egyedinek, Tolna megyeinek az itt élő emberek, de azt gondolom, hogy a létszám, a résztvétel azt igazolja, hogy ez egy jó elképzelés volt, és most már egyre többen érzik azt, hogy és hordják a mászt, hogy Tolna megyeiek vagyunk. Süli János, a paksi bővítésért felelős államtitkár, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője arról szólt, a közösségek fejlesztése a legfontosabb feladat, és ebben az értékek felkutatásának és továbbadásának kiemelkedő szerep jut. Ezek a rendezvények segíthetik a közösségek értékeinek megtartását. Ezek a kis rendezvények, ami nem is kicsi, ha itt szétnézünk, ezek is azt a célt szolgálják, hogy a finom együttműködést, meg a finom ellenállás, ezek ellen a ideológiai helyzetekkel szembe. Nekünk az a legfontosabb, család, ország, barátság. A Tolna megyei értéktárbizottság döntése értelmében a Völgységi Értéktárbizottság, valamint a Dunaföldvári Magyar László Gimnázium vehette át a megyei értékdíjat. A tolnai kumok listáját idéntől a Lengyeli Kultúra Régészeti Értéke és Mattioni Eszter művészeti munkássága gazdagítja.